A biztonságosabb internet világnapján egy igen hasznos fórumot szerveztek a pécsi és a baranyai rendvédelmi szervek. Korontos Zoltán pécsi rendőrkapitány köszöntőjében elmondta, a program arra jó, hogy elgondolkodjunk az online tér veszélyeiről. Én úgy gondolom, hogy a mai fórum egy kellő lehetőség arra, hogy megálljunk egy pillanatra. A meghívott vendégeink, kollégáink egy-egy orzsát ültessenek el az önök kis gondolataiba, és nagyon bízom benne, hogy ebből egy részt tovább lehet adni szülőként, nevelőként, pedagógusként a társadalom teljes szegmense irányába, hiszen úgy gondolom, hogy ha már meg tudunk előzni egy darab jogsértési bűncselekményt, akkor ez a program el fogja érni a célját. Az online bűncselekményeket megelőzni sokkal könnyebb, mint utána nyomozni, majd futni a pénzünk után, hívta fel a figyelmet Kis Viktor rendőralezredes. A Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság informatikai osztályának vezetője azért felel, hogy a rendőrség adatvagyona és a lakosság adatai biztonságban legyenek. Többek között egy megdöbbentő adatot is megosztott a hallgatósággal. Ennyi pénzt csaltak ki Magyarországon egy év alatt az online bűnözők. 12 milliárd forint. 2023-ban csak magánszemélyektől vállalatok nincsenek benne. Tehát a vállalatokat online támadások egyáltalán nem számítanak ebbe bele. Ez 160 ezer esetben oszlik szét egyébként, tehát 160 ezer eset történt csak a tavalyi évben. Nem csak a pénz a vagyonunk, hanem az adataink is. Sokszor ez nagyobb kárt jelent, mintha a bankkártyánkról elveszik a pénzt, hangsúlyozta a rendőr alezredes. Ez azért veszélyes, mert a nevünkben vehet fel a csaló hitelt, de visszafizetni már nekünk kell, mert a bűnöző már eltűnt. Az utóbbi időben erősen átkerült a bűncselekmények jelentős része az online térbe, mondta Vitális Ágnes, rendőr alezredes, a pécsi rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztály vezetője, a fórum szervezője. Amit eddig ugye a valós térben követtek el, főleg a csalások és az egyéb vagyon elleni bűncselekmények, azok most hatványozottan jelennek meg az online térben. Nagyon sokféle vagyon elleni bűncselekmény van, és erről is fogunk majd itt hallani a mai nap folyamán. Egy kollégámtól is, illetve majd kapcsolódik hozzá a fogyasztóvédelemnek is egy tájékoztatója. A második blogban pedig egy olyan témát fogunk boncolgatni, ami a szülőket érinti nagyon érzékenyen, már pedig a gyerekeket érintő online zaklatásokról és az őket fenyegető online elkövethető bűncselekményekről fogunk még beszélgetni. A beszélgető társak rendőr, kommunikációs szakember, pszichológus, kiberbiztonsági analitikus voltak. Többek között szülők, pedagógusok ültek a közönség soraiban. A fórum célja a figyelemfelkeltés volt a biztonságosabb internet használata gyermekeink és magunk védelmében.